Hódmezővásárhely önkormányzata ebben az évben is csatlakozik ahhoz a pályázati rendszerhez, amelyet a fiatalok úgy ismertek meg, hogy Burza Hungarika felsőoktatási ösztöndi pályázat. Az ösztöndi rendszer tulajdonképpen két típusból áll. Az A típusú pályázati rendszer az, amelyre azok pályázhatnak, akik pillanatilag felsőoktatási intézményben tanulnak, Hódmezővásárhelyi lakhelyen rendelkeznek, és szociális helyzetük alapján rászorulók. Ők tehát az egyik kategória. A B típusú pályázatban azok vehetnek részt, akik egyetemre szeretnének 2018-19-es tanévtől járni majd. Ők még ezután fognak felvételizni, de szintén azok a kritériumok érvényesek rájuk is, hogy Hódmezővásárhelyi lakóhelyen kell rendelkezniük, szociális helyzetük alapján rászorulók. Tehát a jelenlegi egyetemisták és azok, akik ezután szeretnének egyetemre járni, ők pályázhatnak ebben a rendszerben. A szociális elvek, a szociális rászorultsági elvek közül néhányat azért elmondanék. Az egyháztartásban élők egyfőre jutó nettó jövedelme nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj összegét, vagyis 28.500 forint. Azok pályázhatnak, akiknél az egyfőre jutó családban az egyfőre jutó jövedelem ezt az összeget nem haladja meg. Szintén pályázhatnak és rászorultak, akik árvák vagy félárvák, aki gyermeket nevel, vagy valamilyen tartós betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg, vagy rokkant van, szintén pályázhat, aki állami nevelésben részesül, azok pályázhatnak azért, akik lakóhelyükön kívüli intézményben tanulnak, tehát nem Hódmezővásárhelyen járnak egyetemre, és ott, ahol járnak, ott nem részesülnek kollégiumi ellátásban. Akinek a szülője háztartásában az eltartottak száma 3 vagy annál több, akinek a szülője egyedül neveli a gyermekét, vagy a családban a család nagykorú tagjai közül valaki munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül, és természetesen a halmozottan hátrányos helyzetűek is pályázhatnak. Magát a pályázatot az EPER Burza rendszerben lehet benyújtani, itt kell kitölteni. Az egyetemisták ismerik ezt a honlapot már. Az EPER rendszer az egy pályázati rendszer, és ezen belül az EPER Burza rendszeren kell regisztrálni először, és a regisztrálás után lehet újból belépni és kitölteni az ott található űrlapot. Ezt az űrlapot ki kell tölteni, utána kinyomtatni, aláírni, és a kötelező mellékletekkel együtt, ez nagyon fontos, a kötelező mellékletekkel együtt kell benyújtani az önkormányzat épületében, az emelet 23-as irodában, a jogi irodán, ügyfélszolgálati időben természetesen. Ügyfélszolgálati idő hétfőn, kedden és csütörtökön 8-tól 16 óráig tart, szerdán és pénteken 8-tól 12 óráig tart. Tehát ide kell benyújtani a pályázatokat, papíralapon be kell hozni, és így kell adni az űrlapot és a mellékleteket. Nagyon fontos, hogy aláírva kerüljenek ezek a pályázatok be. És egy nagyon-nagyon fontos dolog, meddig lehet ezt megtenni, az elektronikus űrlapok kitöltési és benyújtási határidője 2017. november 7-e, eddigre kell ide behozni ezeket a pályázatokat. Az elbírálás az decemberben fog megtörténni, várhatóan a decemberi közgyűlés december 7-én fog összejönni, ekkor lesz a döntés arról, hogy kikaphatják ezt a támogatást, kik részesülnek majd a következő évben támogatásban. Én úgy gondolom, hogy Hódmezővásárhelyen az egyetemistákat segíteni kell. Nagyon sokan mondnak, sajnos vannak nagyon sokan, akik rászorulók, és az önkormányzat úgy döntött, illetve a képviselőtestület, hogy ez ne legyen akadálya senkinek ahhoz, hogy az egyetemi diplomát megszerezhesse.